Egy nagy hello mindenkinek, én Zsombor vagyok, és folytatom a Sonic Mania végigjátszást. Ugye nagyon, mostanában nagyon elhalogattuk, és igazából nem a Knuckles módot akarom folytatni, hanem a Mania módot, vagyis nem a Mania módot, az Incor módot szeretném. Igazából itt már kísérleteztem egy kicsit. Na, milyen jó minőségű most a felvétel, a király. Na, akkor elkezdjük most az Incor módot. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Mármint, hogy én ismerem az Incor módot, és ez a játék, vagy ez a része a játéknak a Sonic Forces után játszódik, amikor Sonic visszateleportálódik a saját univerzumába. Illetve úgy is értelmezhetjük, hogy a Mania mód után, ami ugye a sima endinggel, vagy ne, a normális endinggel, a jó endinggel úgy végződött, hogy Sonicot beszívta a Phantom Ruby a Chaos Emeraldokkal együtt. Na és akkor most itt vagyunk Angel Islanden, és el, ugye mi vagy Incor mód a neve a játéknak, ezért egy ilyen ráadás lesz az egész Maniára. Aki esetleg nem ismerné, annak nem spoilerezek. Mindössze annyi, hogy ez a pálya a Sonic 3-ban volt, és nagyon Green Hill zónos. Itt vannak a kapaszkodók is, tehát tiszta Sonic 3, nosztalgikus rész. Fönt még úgysem mentem. A youtuberek 99%-a úgyis lent meg, szóval... most kicsikét fönt megyünk. Vagy akár megmutatom egész Angel Islandet is. Akkor most restart, mert meg szeretném mutatni egész Angel Islandet azoknak, akik esetleg nem ismerik. És akkor most a lenti útvonalról is megyünk. Vannak ilyen emerald hilles majmok is. Ott nem megyünk. Itt lett volna, itt volt a Sonic 3-ban elrejtve egy bónusz pálya. Itt egy sebezhetetlenség volt. Na, ami most kellett is volna, mert elvesztettük a gyűrűinket. Rég játszottam már Mániát, mert az Origins-szel meg a Fighters-zel játszottam mostanában. Na, ezt a gyűrűt megint elkérjük. Na, és... ez itt, ez Knuckles-nek az otthona különben. Na, oké, és akkor most nézzük is meg. Ettől Incor mód van, két új karakterünk, Mighty és Ray. Akiket mi most kiszabadítottunk. Na, Mighty-ról és Ray-ről azt kell tudni, hogy a Sega Sonic the Hedgehog című arcade játékban szerepeltek először. Mighty ugye a Chaotix-ban is volt. Ray pedig csak a Sega Sonic-ban. Én Mighty-t választom, mert sokkal szimpatikusabb. Meg Ray nem a kedvenc karakterem, fogalmazunk úgy, de... na igen, itt van Heavy Magic-en. És igazából, hogyha Ray-t választottuk volna, akkor meg Mighty változott volna át Magic-enné, de mindegy. Na, akkor demonstrálom is, hogy Mighty-nak mi a képessége. Mighty így lefele tud zúzni, a Chaotix-ban falat tudott mászni, vagy nem, falról tudott ugrani, ilyen wall jumpot. Illetve ki tudja védeni a tüskéket. És hogyha így támadunk rá, akkor azt sebzésnek veszi, de nem veszíti el a gyűrűket. Tehát, hogyha a spinben vagyunk, így, meg is mutatom, akkor a tüskés ellenfelek nem igazán tudnak sebezni. És az Y-gomb megnyomásával tudjuk cserélgetni a karaktereket. Bírom amúgy, hogy a Mighty-nál feljebb megy a kamera, Sonic-nál lejjebb, feljebb, lejjebb. Na mindegy, ezzel nem kísérletezünk, akkor most megyünk ide is a story módban. Heavy Magic-en átadja a Phantom Ruby-t, amit érdekes módon Infinite-től szerzett meg, gondolom. És feltámasztja vele a Heavy-ket, és kezdődik újra az időutazgatás. Remélem jó szögben van a kamera. Green Hill Zone. Na. Hát akkor itt is vagyunk Green Hill-ben. Tudom, mit gondoltak, hogy most elég éle van, hát bukkanva, mert ez a rossz jövő változat a Green Hill-nek. Mert az Incor mód, és akkor el is árulom, az Incor mód az összes pálya csak a rossz jövő verziójuk. Tehát egy kicsit egy Sonic Seed is.
És itt nincsenek életek, hanem karaktereket lehet gyűjteni, és itt például az ilyen random dobozkára rámentem, és most TLC-t is be lehet gyűjteni, és ha lesznek ilyen random dobozok, vagy cseredobozok, akkor például itt a cseredoboz, akkor TLC-re ki tudjuk cserélni mondjuk Mighty-t. Mondjuk ezt inkább Sonicot cseréltem volna ki, de akkor most TLC követi Sonicot, és ugyanez fordítva, de inkább ez legyen, mert a játék során már eleget mentünk Sonic-vel és Tails-vel. Illetve majd, ha megszerezzük Ray-t, akkor neki is megmutatom a képességét. Bár elárulom, hogy nem örömmel. Na, ott fönn van egy ilyen... Ops. Ott fönn van egy ilyen random dobozka, és nem Tails-t fogjuk lecserélni, hanem Sonicot, hogyha képes lesz idejönni. Na mindegy, akkor most csere. És akkor platformozunk Sonickal, és akkor visszacseréltük Mighty-re. Mighty és Tails. Egész jó párosítás, inkább fönt megyek. Na mindegy. Fönt megyek, de... Most fönt akarok menni. Na, ouch. Én amúgy nem vagyok ilyen szar, csak... fáj egy kicsit a kezem. Oda meg gondolom Knuckles-el vagy... Ja, mi is fel tudunk így simán jutni, oké. Okay. Na, shield. Na, az emerald hilles gurokszerűségek is itt vannak. Jaj. Na, mi van? Na, ja, de vonza ugyanúgy a gyűrűket. Azt hittem már nem működik. Nem? Működnie kell. Na, na, a következő... Igen, Ray. Most akkor begyűjtöttük Ray-t is. Na, és akkor most... Csere. Sonicra cseréltük. De nem lehet szabályozni, hogy kire cseréljük. Mert ez nem Sonic lesz egy Heroes, hogy tudjuk szabályozni. Jó, a Fire Shield. Ah, most már egyik se. Na, lent van egy bónuszpálya, de elárulom nektek, itt szintén nem fogjuk összegyűjteni, mert ugyanúgy baromi nehéz. Ugyanúgy azt a retkes ufót kell leszedni. Különben ez az inkor mód, az most jelenleg nekem ez tesztfelvétel. Tehát, hogy ez ami most van, nem biztos, hogy kikerül YouTube-ra, mert ez most tesztfelvétel. Mert... lehet, hogy a kamera az, hát hogy is mondjam, egy kicsikét megújítottam most, és nem biztos, hogy jól reagál rá, tehát lehet, hogy oldalvást lesz a kamera szerűség. Na igen, közben figyelek a bónuszpályára, ouch, bónuszpályára is. Ezekben vagyok a legszarabb, még egyetlen egy... Káosz Emeraldot sem sikerült összegyűjteni a bónuszok során. Jaj, ne! Ne, áj! Ez nem volt szándékos. Mondjuk szerintem működnie kell a kamerának. Mert most jó szögben veszi szerintem a felvételt. Na mindegy, na, csak egy motorbug volt, azt hittem shield. Jaj. Na. Ja igen, meg is mutatom a bónuszt. Na, ez a zene a Sega Sonic the Hedgehogban volt felgyorsítva. A bónuszpálya pedig a Sonic Adventure Casinopolis-ra emlékeztet engem, de... Ettől függetlenül nem, az ilyen flipperes játék. Kicsikét Sonic Spinballos, ez meg Chaotix-os. Illetve itt is tudunk karaktert halászni, de most nem sikerül. Jaj, hát pont középre ment be. Semmi baj. Shield. Na, és itt egy random dobozka. Most akkor a véletlenre bízzük a sorsunkat. Na, így néz ki Ray. És mindjárt meg is mutatom a képességét, csak előbb győzzük le ezt a minibosst. Jaj.
hogy baromi egyszerű, csak jelenleg nem vagyok most a helyzet magaslatán, úgyhogy... Jaj! Tehát fáj a kezem is, egy kicsit a fejem is fáj. Szóval... Na, és még itemet sem ad, nem sajnál meg a játék. Ja igen, és miután legyőzünk egy miniboss-t, nem tudunk karaktert váltani. Mert úgy értem, hogy a következőekben tudunk. Persze. Na, és akkor most meg is mutatom Ray képességét. Hogyha az előre meg hátra gombot nyomogatjátok, akkor tud ilyen lebegésszerűséget, de nagyon béna a képessége. Most baromi nehéz irányítani is. Különösen Xboxon. Ezt a motovágat megvárjuk. Ja igen, és... Jaj, nem szándékosan cseréltem, de jó, mindegy, tirezés majd. Na, itt meg egy, akkor most Knuckles is megvan, megvan az összes karakter. És inkor mód végigjátszás igenis lesz. Tehát végig fogom vinni. Azért, mert azért attól függetlenül, hogy le vannak remékelve a Mániának a többi pályái, attól még van ám benne újítás. Például új útvonalak is... Új útvonalak is vannak, akkor inkább Mighty-re váltok. Új útvonalak is vannak benne, és Mighty képes kivédeni egyébként az enemiknek a támadását, hogyha megöndöljödik. Na, ezeken is végig tudunk csusszanni. Mondjuk ide igazából Fire Shield kellene, de itt sajnos nincs az Incor mód. Vagy van, de nem itt. Hát nem olyan nyilvánvaló helyen. Jaj, most repülni akartam. Na. Hát nem tudom, mit mondhatnék még ezen kívül. Ja. Ugyanaz a történet, csak az eleje volt más. Hát így egy kicsikét monoton, tehát a cutscene-ek is... betéve ugyanazok lesznek annyi különbséggel, hogy inkoros háttérrel, meg különböző karakterekkel. Gondolom itt is van bónusz, vagy valami. Igen, de nem érünk el semmit se a bónuszokkal, mert én nem bírok ennél erészni az inkor módnál egy hetkes káosz emeráldot sem megszerezni, szóval ez így szívás. Viszont nem tudom, hogy tudjátok-e, de ebben a pályában van egy kis Sonic R referencia. Meg Sonic Jam referencia is. Mondjuk én ezek közül csak a Jam-mel játszottam, az R-ra sosem volt meg. Valahogy le kéne csalni, de nem tudom, hogy hogy csináljam ezt a részét a pályának. Majd a special stage-nek. A speedrunnerek azok jobban megtudják, de erről még nem láttam nagyon speedrunt. Ja igen, és érdekesség, vagyis fun fact, ugyanaz. A Sonic Mania bonus pályái ugyanazok. Csak megnehezítve és visszafele. Tehát, hogy ami a Mania módban volt, első special stage, az Incor módban az utolsó special stage. Például. Igen. Na, jól mondtam. Ja igen, és itt nem 25 gyűrű kell a bónuszhoz, hanem 50. Azért, hogy legyen egy kis Sonic 2 és Sonic 3 referencia is benne. Na igen, Mighty-vel könnyebb legyőzni ezt a boss-t, mert ő automatikusan kivédi a támadásokat, illetve hogy a tilzés segít, akkor meg simál. Ja igen, nem tudjuk váltani karaktert. Tehát most meg kell várni, míg lejön. Igen, és oda nem tudunk beesni ebbe a lyukba, csak a cutscene-nél.
Na, mondom én, betéve ugyanazok a boss fight, vagy bossos cutscene-ek. Mondjuk csináltak volna szerintem inkább invertált módot is, mert az is úgy menő lenne szerintem. Ha Crash 4-ben volt, akkor én a mániába is rakhatnának invertált módot. Mindegy. Na, hogyha várjátok a többi inkor módos részt, akkor egy lájkot dobjatok rá, és iratkozzatok fel még ilyen tartalmakra. Én Zsombor voltam, sziasztok!